Dávid Grossman, izraeli író, nemzetközileg ismert szerző kapta az idén az Újvidéki Próza Fesztivál nagy díját, a Milovan Vidákovics díjat. Grossman a zsidóság kronikása. Regényeiben Izrael modern kori történelmét személyes sorsokon keresztül mutatja be. A zsidók és a palesztinok közötti megbékélés egyik fő szószólója. Irodalmi körökben azt rebesgetik, hogy az irodalmi Nobel-díj egyik várományosa. I received this award for a book. Ezt a díjat egy olyan könyvért kaptam, amely Izrael történelméről szól. Én azt mondom, nincs igazságos háború, minden háborúnak csak áldozatai vannak. Úgy vélem, itt, Szerbiában ezt mélységesen megélték és megértették olvasóim. A szervezők fontosnak tartják a vajdasági magyar irodalom jelenlétét a Próza Fesztiválon. Az idén Lovas Ildikó beszélgetett a szerb közönséggel. Az, hogy a szerb irodalom ilyen mértékben elfogadta a könyveimet, vagy azt az irodalmat, amit én képviselek, ez azt mutatja, hogy van olyan rétege a közönségnek úgy a magyar irodalomban, mint a szerb irodalomban, vagy Budván, ahol például tavaly vendégszerepeltem, ahol nyitottak erre, és jónak tartják ezt az irodalmat. Én nekem meg azt gondolom, hogy az a dolgom, hogy ott, ahol én jól érzem magam, és egy szabadba üljek, és írjam a könyveket, és ne azon gondolkodjam, hogy melyik irodalomban létezek. Én itt élek, én ide tartozom természetesen. Remélem, hogy megvan bennem a kellő nyitottság ahhoz, és a mindenkori öröm, amikor engem elfogad egy másik közeg, nem csak az, amelyben én létezem. A Próza Fesztiválon ma este Dragan Velikić, holnap Vule Zsurić és Ijaz Togov olvasnak fel.